56 valószínűleg rendszerváltáshoz vezetett volna, ha nincs, nem történik nem, a szovjet beavatkozás. Persze, ha a rendszerváltáshoz vezetett volna, akkor nem lehetett az akkori nemzetközi erőszakok mellett egy olyan helyzet, hogy az oroszok ne avatkozzanak be. Tehát ha nem, 30, nem november 4-én, akkor november 10-én beavatkoztak volna, vagy amikor, mint ahogy még Prágában is már eléggé hamar Magyarország messzebbre ment a rendszerváltásba, mint a csehek. Na most ez nem független attól, hogy egy rendszerváltás kinek mit jelent, és mit nevez igazi rendszerváltásnak, és ugye a legtöbb résztvevő akkor még arról nyilatkozott, hogy az állami tulajdonhoz nem lehet hozzányúlni. Németh László ezt nyilatkozta, hogy nem lehet hozzányúlni. 89 után ezt már lehetetlen volt bárkinek is azt mondani, hogy nem lehet az állami tulajdonhoz. Még a szocialista párt sem, MSZP sem merte azt mondani, hogy ne legyen privatizálás. Na most vajon 56-ban nem értek olyan emberek, akik már akkor tudták elég világosan, hogy a magántulajdonnak van bizonyos előnyei a állami tulajdonnal, aztán bizonyára értek, csak még az első kábulatukból alig ébredtek fel, és még az volt a fontos, hogy a szovjet tankok hagyják el Budapestet, nagy nemzeti ügy, minden magyar testvér egymásnak, még nem merült fel az állami tulajdon átalakítása magától. De maradjunk ennél a kérdésnél. De előbb-utóbb felmerült volna. Amire az olyan emberek, mint Losonczy, vagy Vásárhelyi, vagy Lőcsei, de még Németh László se voltak felkészülve. Szerintem Gimes már igen, az a benyomásom. És én még össze voltam mondjuk zavarodva. De nem voltam arra felkészülve, hogy legyen magántulajdon, talán nem voltam arra felkészülve, hogy akkor mit kell csinálni, de nem. Szóval én legalább a zavarig eljutottam. Most aztán, hogy a Pali hol tartott ebben, meg vajon, hogy a Mindszentivel szövetséges idősebb generáció hol tartott ebben, akik esetleg, hogy a Varga István mit gondolt erről, most kérdőjelek, de ezek azok a problémák, amik nem lettek végig vitatva. Meglátjuk.